Üdvözlöm Önt! Balázs Péter vagyok, a Szigligeti Színház igazgatója. Talán már ismerős az Ön számára, hiszen egyre több a közös emlékünk. Igaz? A második évadokon is túl vagyunk immár, mintha tegnap találkoztunk volna, és már el is szaladt két esztendő. Két közös esztendő. Számomra csak az Ön elégedettsége lehet a meghatározó mérce. A jövő évad mottójául a következő rövid mondatot választottam. Színház a javából. És hogy mi a java? Mindjárt elmondom. Emlékszik a Vörös Pimpernel sikerére? Óriási siker! A Jászberényi előbemutató után biztosak voltunk benne, hogy a szolnoki közönségnek is tetszeni fog. Az apa csak egy van. Aztán jött a Rómeó és Júlia, a világirodalom egyik legszebb, legmagasztosabb darabja. És a Gőzben, igazi unikum, színház a Tisza szállóban, a medence térben szemben a szauna bejáratával. Kakukkfészek. Megrázó elejű dráma. Aztán belép ment közénk a csókos asszony, Telkovics Béla bűvályos operettje, Starolt azóta is felejthetetlen esték hosszú során át. S végül az Országúton. Fellini hasonló című filmjéből adaptáltuk színpadra. Ez is színház a javából. S hogy mi lesz a következő évadban a java? Lássuk hát! Liliomfi. Színházunk névadójának, Szigligeti Edének legismertebb, legsikeresebb vígjátékát 160 esztendeje mutatták be. Bán, bán! Az emblematikus magyar dráma a magyar színház önállóvá válásának, önmagára találásának jelképe. E bemutató a mi színházunk számára is emblematikus lesz. Nagy léptékű előadásra készülünk. Vízkereszt, vagy amit akartok. Leányvásár! Jakobi Viktor melódiái ismét Szolnokon, vadnyugati környezet és hamisítatlan magyar operettdallamok. La Mancha lovagja. A világ egyik kiemelkedő musicalje a szolnoki színpadon. Csodálatos zene, nagyszerű főszereplőkkel. Hippolyt a lakály. Ugye emlékszik a híres filmre, melyben Kabos Gyula és Csortos Gyula nevettette meg a majd 80 évvel ezelőtti közönséget? Kedves barátaim, kedves leendő nézőink! Bizonyára értesült arról, hogy sok más mellett az áfa 5%-ot emelkedik, de mi ezt az új terhet nem hárítjuk át Önre. A színház ezt a problémát megoldja falain belül. Remélem méltányolja ezt a gesztust. Amennyiben igen, úgy most én is szeretnék kérni valamit. Hogy sikeresen fel tudjunk készülni az új, minket terhelő helyzet kezelésére, kérjük Önt, hogy bérletét hangsúlyozni szeretném, hogy a régi áron július 1-ig vásárolja meg, amennyiben lehetséges. Ez nekünk nagy segítség lenne. Ugye megteszi? Előre is köszönöm. Kívánom a következő évadra is. Legyen szerencsénk. És köszönöm, hogy meghallgatott. A viszontlátásra a Szolnoki Színházban.